Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Tamis Ákos vagyok, fő témáink néhány mondatban. Az aradi vértanúkra emlékeztek, 172 éve végezték ki a szabadságharc hőseit. Életveszélyes balesetet szenvedett Mancs, betonoszlop szúrta át a Kutatómentő Egyesület kutyájának hasát. Bíró előtt az unokázós csalók, ketten vallomást tettek, egyikük még tagad. Fodrás segít rákos nőknek, hajat vág, hogy a kemoterápián átesettek parókát kaphassanak. . 172 évvel ezelőtt, október 6-án végezték ki a 13 aradi vértanút és Batthyány Lajos miniszterelnököt. A Tolnai megyeszékhelyen idén diák műsorra emlékeztek meg a szabadságharc hőseiről. A Szekszárdi Szent József Katolikus Iskola Központ diákjai készültek emlékműsorral az aradi vértanú kivégzésének 172. évfordulója alkalmából a Babits Mihály Kulturális Központban. A gyerekek a szabadságharc legfontosabb eseményeit, majd az azt követő megtorlásokat idézték fel. 1849. október 6-án Hajnaú császári királyi tábor szernagyparancsára Batthyány Lajos miniszterelnököt Budapesten, a 13 vértanú tábornokot pedig Aradon végezték ki. A megemlékezés végén Szekszárd alpolgármestere gyászszínű fekete szalagot kötött a Magyar Nemzetőrség Tolna megyei szervezetének zászlórúdjára. Gyurkovics János azt mondta, az 1848-49-es szabadságharcnak a mai korban is fontos üzenete van, hiszen arra emlékeztet, hogy sosem szabad hagyni, hogy elnyomják a magyarságot. Akkor is és most is egyértelműen az elnyomás ellen meg kell tenni mindent, mindent el kell követni annak érdekében, hogy egy korrekt, átlátható rendszerbe tudjunk élni mindennapjainkat. A forradalom leverését követően 110 magyar katonát és hivatalnokot végeztek ki Hajnaú császári királyi tábor szernagy parancsára. 629 új koronavírus megbetegedést igazoltak kedden idehaza. Ezzel a járvány kezdete óta összesen 825.799 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 7 többségében idős krónikus beteg, így az áldozatok száma 30.253 főre emelkedett. 574 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 79-en vannak lélegeztetőgépen. Oltást eddig már 5.900.000-en kaptak. Tolna megyében 5 új fertőzöttet regisztráltak a hét első napján, így a járvány kezdete óta összesen 17.943-an kapták el igazolhatóan a koronavírust az országnak ezen a részén. Egy szervezethez fog tartozni Kalocsa valamennyi közművelődési intézménye, hangzott el a városban tartott sajtótájékoztatón. Zsikó Zoltán, a Kalocsai Innovációs Központ Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatója azt is bejelentette, hogy a Tomori Pál könyvtár 2 millió forintos pályázatot nyert, melyből számítógépeket és légkondicionáló berendezéseket vásárolnak. A Kalocsai Innovációs Központ Nonprofit Kft. Irányítja október 1-től a város kulturális életét szervező intézmények munkáját, jelentette be a társaság igazgatója Zsikó Zoltán. Ez azt jelenti, hogy a művelődési ház és a könyvtár is a Nonprofit Kft. Részévé vált. Azt mondhatjuk, hogy a turisztikai, a városfejlesztési, a kommunikációs és a városmarketing feladatainkon túl most már hivatalosan is feladata az innovációs központnak az, hogy a közművelődést és a kalocsai kulturális életet szervezze, és feladata az is, hogy a könyvtári szolgáltatás nagyon-nagyon magas színvonalon a jövőben is biztosítsa. Nem történt jelentősebb átalakulás a szférában, mondja Zsikó Zoltán, senki sem vesztette el az állását, és várhatóan piacképesebb fizetésekre számíthatnak a szakemberek. Az együttműködés első eredményeként bejelentették, 2 millió forintos pályázatot nyert el a Tomori Pál könyvtár. Ezt a 2 millió forintot két irányba szeretnénk eszközfejlesztésre fordítani. Egyrészt számítógépeket fogunk vásárolni a könyvtár két helyszínére, egyrészt a gyermekkönyvtárban, másrészt a felnőtt kölcsönzőteremben, és a gyermekkönyvtár klimatizálását szeretnénk ebből az összegből megoldani. Csikós Marianna, a könyvtár vezetője elmondta, jelentősen megnőtt a könyvtárat, mint közösségi helyet igénybe vevő fiatal és nyugdíjas korosztály jelenléte az intézményben. Az ő kényelmük kielégítése miatt döntöttek a pályázat beadása mellett. Kamionnal akart 34 illegális migránst Magyarországon keresztül Nyugat-Európába szállítani egy embercsempész. A sofőrt az M9-es autóúton Bogyiszló térségében fogták el a rendőrök. A teherautó rakterében férfiak, nők és gyerekek is voltak. A kocsit vezető sofőr akár 15 év börtönt is kaphat.
életveszélyes sérülés szenvedett Mancs, a szekszárdi kutatómentők speciálisan kiképzett kutyája. Az állat hasát néhány napja átszúrt egy hatalmas betondarab. Az EB azóta már jobban van, de még hetekig nem tud részt venni a kutató munkában, pedig az egyesületnek nagy szüksége volna rá. Az éjszaka közepén, korom sötétben, mindössze zseblámpák fényénél kerestek egy idős, eltűnt férfit néhány napja a szekszárdi kutatómentő egyesület tagjai pincehelynél. Az önként vállalt munkában akkor hatan vettek részt, és velük volt Mancs névre hallgató keresőkutyájuk is. A keresett szemét végül mindössze fél óra alatt meg is találták, ám ő addigra már halott volt. A munka közben még ráadásul Mancs, a keresőkutya is súlyos, életveszélyes sérülést szenvedett. Akkor munkavégzés közben egy közelítő jelzésnél Mancs beugrott egy pincébe, ahol kiállt egy 50 centis vas beton, ami felszúrta, vagy gyakorlatilag felnyásolta a kutyát, felszakadt a hasfal mögötti része. Ezek pedig már friss felvételek. Mancsot hétfőn engedték haza a klinikáról. Már jobban van, ám még hosszú hetekbe telik, míg teljesen felépül. Badacsonyi László, a szekszárdi kutatómentő egyesület elnöke azt mondja, az állathiánya komoly gondot jelent nekik, hiszen ő a legtapasztaltabb a társai közül. Az önkéntesekből álló csapat 2017-ben alakult, eltűnt és balesetet szenvedett emberek felkutatására specializálódtak. 16 fővel működnek, javarészt Tolna megye területén, de ha szükség van rájuk, akkor az egész országban bevethetőek. Mi ugye egy önkéntes mentőszervezet vagyunk, ugye állami támogatás nélkül működünk, csak szponzorok, támogatók pénzéből, támogatási összegéből tudjuk finanszírozni tevékenységünket, illetve eszközbeszerzéseinket. Bárki, hogyha szeretne bármekkora összeggel hozzájárulni, arra a bankszámlaszámra szívesen fogadjuk a támogatásokat. Az egyesület tagjai mindannyian önkéntesként vállalják a kutatómunkát, sok esetben feláldozva a szabadidejüket és a családjukkal töltött perceket annak érdekében, hogy mi hamarabb megtaláljanak egy-egy eltűnt vagy balesetet szenvedett, bajba került embert. A kutatómentő egyesület bankszámlája a Facebook oldalukon megtalálható. Önmagának is többször ellentmondott az előkészítő tárgyaláson az a férfi, aki feltehetően egy unokázós csalásokat elkövető bűnszervezet tagja. A másodrendű vádlott mindent beismert és terhelő vallomást is tett a társai ellen. Az ügy harmadik érintettje, aki csak egy alkalommal sofőrként vett részt a bűncselekményben, a bíró előtt véletlenül azt is beismerte, hogy évek óta feketén kereskedik ingatlanokkal és autókkal. Elismeri-e a bűncselekményeket, amivel az ügyészség vádolt? Bíróság elé állították az unokázós csalókat Szekszárdon. Az előkészítő ülésen az elsőrendű vádlott azt állította, hogy a börtönben, idézem, már tönkrement az idegi állapota. A bűnszervezet tagjai idős embereket hívtak fel telefonon, a rokonaiknak hazudták magukat, és azt mondták, hogy közúti balesetet okoztak, és sürgősen szükségük van készpénzre. A csalókat 2020 májusában fogták el a rendőrök, miután már több bejelentés is érkezett Tolna megye különböző településeiről. Az elsőrendű vádlott nem ismerte be, hogy bármi köze lenne a bűncselekményekhez, sőt azt is tagadta, hogy kapcsolatban lett volna az ügy másik résztvevőjével, aki viszont azt állította, hogy élettársi kapcsolatban álltak egymással. A férfi néhány mondattal később már meg is cáfolta saját magát. Azt mondta, hogy belém szeretett. Ja, tehát mondta, hogy magába szeretett és menjen. Igen. És maga mit mondott? Hát, én nem akarok veled menni, a feleségem, a szíve, úgy volna a gyerek. Ami volt köztünk, azt felejt, menjen ő is haza, akkor én maradok a feleségem mindent. Akkor mégiscsak volt valami? Hát egyszer történt egy olyan dolog. A másodrendű vádlott online formában csatlakozott az üléshez a Berettyó újfalui börtönből. A nő beismerő vallomást tett és lemondott a tárgyalási jogáról. Emellett olyan információkhoz és bizonyítékokhoz juttatta a nyomozóhatóságot, ami segített az ügy gyors felgöngyölítésében és a bűnszervezet fejének elfogásában. Emiatt ő méltányos büntetést kapott. A másodrendű vádlottat halmazati büntetésül 4 év 6 hónap szabadságvesztése és a közügyek gyakorlásától 6 évi eltétásra ítéli, a szabadságvesztés végrehajtási fokozata fegyház. A harmadrendű vádlott, aki sofőrként vett részt az egyik csalásban, véletlenül elárulta a bírónak, hogy ő ingatlan és gépjármű közvetítéssel foglalkozik, feketén. Hát így magánszemély megkéri magát, hogy szeretzen egy ingatlant, maga szerez, és akkor ezért így egymás között így ezt jutalékért végzi, de nem nincs bejelentett munkahelye.
Nem próbálkozott? Ezt esetleg így legálisan csinálj? Munkahelyen, hát, cégben, egyéni vállalkozásban? Csak üzlettel ez a hivatalos része, ez nem érdekli magát, értem. A harmadrendű vádlott is elismerte bűnösségét, a bíróság 1 200 000 forint pénzbírságra ítélte. A döntés még nem jogerős, az ügyészség 3 munkanap gondolkodási időt kért arra, hogy eldöntse, elégségesnek tartja-e a büntetést. Az elsőrendű vádlott tárgyalását január 10-ére tűzte ki a szekszárdi járásbíróság. Mellrákkal küzdő nőknek készítenek parókát a Nemzetközi Onkoher kezdeményezés keretében, amihez a Paksi Lisztmajerné Kern Judit is csatlakozott. A jótékonysági hajvágás nagyon népszerű, több vendég érkezett már ezügyben a fodrászhoz. Fontos, hogy a felkínált hajból legalább 25 cm-t le lehessen vágni, és az ne legyen vegykezelve, így megfelelő és kényelmes paróka készülhet belőle. 4 éve növesztett, derékigérő hajjal érkezett Tótnék Kassa Krisztina Lisztmajerné Kern Judit fodrász üzletébe azzal a céllal, hogy a levágott hajából készülő parókával mellrákban szenvedő nőtársain segítsen. Az Onkoher elnevezésű kezdeményezés Rómából indult, a Paksi fodrász egy közösségi oldalon találkozott vele. Egy fodrász csoport tagja vagyok, és ott hirdetett meg egy hölgy, hogy segítségre lenne szükségük az Onkoher Hungary-nek, hogy nagyvárosokból keresnek fodrászokat, akik az üzletüket adnák pár órára, meg a kezüket, ollójukat, munkájukat, és hajadományozás lenne a cél, hogy a mellrákos lányok és hölgyek, anyukáknak tudjanak ezzel segíteni. Időpont egyeztetés után frissen mosott, egészséges hajjal kell érkeznie a jótékony vendégnek, a paróka majdani elkészítéséhez legalább 25 cm-nyi hajra van szükség, amely nem lehet festett, dajerolt. A kezdeményezés népszerű, eddig nem volt hagyománya a haj adományozásának Pakson. Én erről nem is hallottam még igazából eddig, úgyhogy én eddig a kislányokat is arra buzdítottam, hogy adják el, amikor levágtam, és akkor ugye abból van azért nem kevés kis zseppénzük, de most sok kislány inkább úgy döntött, hogy akkor ők is segítenének, úgyhogy ez egy nagyon szép dolog szerintem. A hajat Judit összegumizza, levágja, a tincseket pedig postán kézbesíti a megadott paróka készítő helyre, ahonnan továbbítják a kézparókát a rászorulóknak. A természetes hajból előállított paróka nagyon drága, a jótékony hajvágásnak köszönhetően számtalan mellrákos nő juthat kényelmes és szép parókához. Krisztina családjában előfordult daganatos megbetegedés, sok gondot okozott a megfelelő paróka beszerzése. Férje kezdetben tiltakozott a frizura drasztikus átalakítása ellen, de a nemes célnak már nem mondott ellent. Végül is azzal sikerült meggyőznöm, hogy látta, hogy ez most komoly ez az elhatározás. Tetszett neki is a cél, vagy legalábbis elfogadta a döntésemet. A gyerekeknél meg sorba Tamarának is elmondtam, hogy miért fogom levágatni. Tisztában van vele, hogy mi ez a betegség, és hogy nincsen hajuk, hogyha kihullik valakinek a kezelés miatt, és így neki is tetszett az ötlet. A frizura hamar elkészült, és vélhetően otthon is tetszést aratott. Krisztina hajtincsei pedig a többi vendég felajánlásával együtt hamarosan egy mellrákkal küzdő hölgynek okoznak majd örömet parókaként. Regionális híreink következnek. Mindenki segíthet, telefonos alkalmazással térképezik fel a kiszáradó patakokat. Szemléletformálás, érzékenyítés, óvodásokkal ismertetik meg az autizmus nehézségeit. Több mint 20 kisállat a Pécsi Művészeti Gimiben, tanórákra is bejárnak a kisállatok. Kiszáradt patakmedrek, egyre hosszabb időre elapadó vízfolyások, ezek jelzik az éghajlatváltozást közvetlen környezetünkben is. Az emberi tevékenység hatással van a víz természetes körforgására, a csapadék nélkülözhetetlen az élethez, az évmilliók alatt kialakult klimatikus viszonyok fenntartásához, állítják a szakemberek. A lehulló eső egy része hasznosul, az összegyűlt felszíni víz elpárolog, így biztosítva az éltető elem állandó pótlását. Ez töri meg a jelenlegi felmelegedés és teszi tönkre a vizes élőhelyeket, mondják, valamint környezetünket is. A káros hatások csökkentését akarják elérni a kutatók világszerte, köztük Pécsen is, ehhez kérik az emberek segítségét egy mobil alkalmazáson keresztül.
Egyre több kisebb vízfolyás patak szárad ki és tűnik el, ezt tapasztalják a kutatók a klímaváltozás miatt világszerte. Pécsen sem kell messzire mennünk, hogy a saját szemünkkel lássuk a problémát. Ezeken a képeken is jól látszik, hogy ez a probléma már közvetlenül itt van a lakó környezetünkben. A pécsi égervölgybe sokan kirándulnak és sokan megállnak itt az iszapfogónál, ahol kialakítottak egy kis vízesést. Most csend van, hiszen a mederben nem folyik a víz. Egy óvodás csoport látogatott ki ide, éppen amikor ott jártunk. A gyerekek arcát nem mutathatjuk szülői engedély hiányában. Mi többször járunk ide minden évben, és nagyon szomorú, hogy a mederbe, a patak mederbe már semmi víz nincs. Egyáltalán teljesen száraz. Régen még hajót úsztattunk itt, régen még volt, hogy ott a végén, ahol van a kis kifolyása a pataknak, még dinnyét hűtöttünk, beraktuk a dinnyét, amikor jöttünk, és semmi nincs, teljesen ki van száradva. Teljesen. Nagyon szomorú látvány. Gyerekeknek se tudjuk megmutatni. Hát elkeserítő. Elkeserítő sajnos nagyon. Mondta az egyik felnőtt kísérő a kiszáradt patakról. Egyre több vízfolyás tűnik el világszerte, és egyre tovább tart, még nem kap utánpótlást a meder eső formájában, mondja a Pécsi Egyetem kutatója. Az éghajlatváltozás és az emberi felhasználás megváltoztatja a víz körforgását. Ami nagyon-nagyon hiányzik, azok a téli csapadékok. Tehát nem is tavasszal van a gond, akkor van eső, hanem a téli csapadék hiányzik, és ami nem hullik le, az nem tud felhalmozódni, és nem tudja biztosítani a folyamatos vízáramlást a patakban. Egyébként a hova tűnik, az egyrészt a klímaváltozás irányítja azt, hogy hogyan változik, másrészt pedig az emberi vízfelhasználás is extrém mértékben növekszik, tehát ez is jelentősen járul hozzá ahhoz, hogy néhány vízfolyáson kiszárad. Ez megváltoztatja a terület élővilágát, az elhullott levelek, növények lebontását, ez pedig tovább hat a klímára rossz irányban. A kutatók fel akarják térképezni és megérteni a folyamatot. Ehhez segítség kell, amit bárki megtehet egy alkalmazás használatával a telefonján. Sétál az ember az erdőben, találkozik egy patakkal, akár túrázva, akár kerékpárral, bárhol lát egy patakmedret, amiben víz van vagy nincs, akkor ott megáll, 20 másodperc alatt fölveszi ezt az állapotot, csinál egy fényképet és feltölti a mi adatbázisunkba. Ez azonnal megjelenik a mi weboldalunkon, a webes adatbázisban a térképen, és szépen a pontoknak a halmazából ki fog rajzolódni az, hogy hol, mikor, milyen kiszáradási mintázatokat kell látnunk, és hol, mely területeken mi a jellemző. Ez az alkalmazás, amivel segíthetjük a kutatók munkáját itthon vagy világszerte, derül ki a népszerűsítő kisfilmből. Hazánkban mintegy 8000 kisebb vízfolyás van. Ezek vízhozamát, állapotát nem vizsgálták folyamatosan. Az adatokból most felmérik ezeket, és javaslatokat dolgoznak ki a megóvásukra, hogy több víz maradjon a környezetünkben. Interaktív játékokon, történeteken keresztül ismerkedhetnek meg az óvodások az autizmus nehézségeivel. A Pécsi Lásd a Világot Autista Szemmel Egyesület ugyanis pályázatot indított Baranya, Tolna és Somogy megye intézmények számára. Az érzékenyítő program célja, hogy a kicsik megismerkedjenek a spektrum zavarral, egyúttal megoldási lehetőségeket is tanuljanak. Autista szemmel, ezzel az elnevezéssel indított óvodai szemléletformáló programot a Pécsi Lásd a Világot Autista Szemmel Egyesület. Főként a nagycsoportosok korosztályát szeretnék megcélozni, hiszen az érintettek szocializációs problémái is itt jelentkeznek először. Korábban már egy bábjáték formájában találkozhattak a gyerekek az egyesülettel, most pedig új intézmények jelentkezését várják a szervezők. Hét szerdán jár le a tulajdonképpen mondhatni jelentkezési határidejével, utána is nagyon szívesen fogadunk óvodák jelentkezését, hogyha van még hely. Most jelenleg még 3-4 óvodát tudnánk fogadni ez a pályázati időszak alatt jövő tavaszig, úgyhogy várjuk a Baranya-Somogy-Tolna megyei óvodáknak a jelentkezését, legfőképpen integráló óvodáknak a jelentkezését, ahol van érintett gyermek, ez előnyt jelent. A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával megvalósuló program abban segít a kicsiknek, hogy megismerjék az autizmus nehézségeit, egyúttal megoldási lehetőségeket is kínál. Interaktív játékos módon érzékenyítik a gyerekeket, legutóbb például két bagoly történetén keresztül kaphattak felvilágosítást a spektrum zavarról. Illetőleg ezt az interaktív játékot, ahol bemutatjuk a kommunikációs eszközöket, azokat a nehézségeket, amikkel ezekkel a gyermekek küzdenek, és így viszük közelebb az óvodásokhoz. Most az őszi téli program során a szenzoros nehézségekkel foglalkozunk, itt mindenféle érzékelésnek az apropóját dolgozzuk fel. Később pedig
pedig a viselkedési problémákra is kitérnek majd. Az autizmusban érintett gyermekek száma egyébként évről évre növekszik. A legfrissebb statisztikai adatok alapján minden századik ember érintett. Ezért is fontos, hogy már a legkisebb korosztály is tudomást szerezzen erről, és megfelelően alakítson ki kapcsolatot autista társaival. Állatok világnapi megemlékezést tartottak a Pécsi Művészeti Gimnázium, Szakgimnázium és Technikumban. Közel 20 kisállat érkezett a Pécs-Somogyi Állatotthonból, hogy védőszentjükre Assisi Szent Ferenc halálának évfordulóján október 4-én kedves lényükkel felhívják a figyelmet az állatvédelemre. Ebben a középiskolában gyakran még a tanórákon is vendégek a kisebb testű állatok. Nudli az ország egyetlen osztályfőnök helyettes kutyusa, de gekkók is járnak be rendszeresen a tanórákra Pécsen a Művészeti Gimnáziumba. Mindez pedig hogyan lehetséges? A természettudományok tanítása során már nem is tűnik annyira furcsának. Most pedig az állatok világnapjához kapcsolódik az udvari simogatós program. Én nagyon szeretem az állatokat, nagyon izgalmasnak tartom, hogy rajtunk kívül ennyire változatos élőlények vesznek körül minket, és hát megtapasztalni azt, hogy milyen ezt így megfogni, megtartani, így belenézni a szemébe, szerintem írtó izgalmas. A 9-ben, mikor elkezdtünk ide járni, akkor többször is meglátogatták az órát. A leopárd gekkók is, meg Nudli a kutyus, és végigkísérte az óra folyamatát egy-egy ilyen találkozás. A biológiában nagyon fontosak a biokémiai ismeretek, az elméleti ismeretek, de ez a tudományág és a természettudomány kisé elvesztette a klasszikus gyakorlatát, miszerint a biológia az élő állatokról, élő növényekről, az emberről kellene, hogy szóljon, mondta Farkas Tamás tanár, aki ezt a programot viszi az iskolában. Október 4-én pedig Assisi Szent Ferencre, az állatok védőszentjére emlékezve, ilyenkor több állatot visznek be a misinától az iskolába. Szerencsére itt már viszonylag keveset kell voluk elmondanom, hiszen sokat ismernek, illetve sokan járnak is ki a misinához. Egy kicsit hangsúlyozottabban foglalkozunk ilyenkor ezekkel az állatokkal, illetve ismerkedünk ezekkel az állatokkal. Többen vannak itt, kicsit ki lehet jönni őket simogatni, és azt gondolom, hogy mivel az időjárás is ilyen kegyes, ezért is döntöttünk úgy, hogy most itt van velünk Janka, itt vannak velünk a birkáink, itt van velünk Kecske, de természetesen azok az állatok is, akik folyamatosan bejárnak, tehát például itt a fülem mellett Luffy a csincsilla. Az lenne a jó, ha minden nap állatok világnapja lenne. Ember és állat között harmonikus kapcsolat lehetne. Ebben a gimnáziumban és a Misina Természet és Állatvédő Egyesületnél ezt teljesülni látszik, tette hozzá Farkas Tamás tanár. Több mint 30 kategóriában versenyeztek a naturál testépítők és fitness modellek Pécset. A tét nagy volt, hiszen ez a megmérettetés válogató is volt egyben a Naturál Olimpiára, amit először 1998-ban rendeztek meg. A baranyai sportolók közül Rapp Claudia volt a legeredményesebb, aki két kategóriában is győzött. Rajta kívül még két Pécset készülő sportoló ért el kimagasló eredményt, Vég Adrián egy második, Fegyverneki Zsolt pedig egy negyedik helyet szerzett. A bikini újonc középmagas kategória népes mezőnyes sorakozik fel éppen a színpadon. A Naturál Olimpia és Imba világbajnokság kvalifikációját először rendezték meg a régióban. A hosszú hetényi Rapp Claudia Pécset készült fel a versenyre. Hú, hát nagyon izgultam, mert ez volt a második versenyem. Nagyon-nagyon szeretném azt a kategóriát megnyerni, este ugye még egyszer színpadon leszek, attól kicsit kevesebbet bár, de nyilván abba is beleteszek mindent, aztán majd meglátjuk. A legjobbakat jó párszor visszahívta a zsűri, így még nehezebb dolguk volt, hiszen egymás után többször kellett pózolniuk. Hú, meglepődtem, de egyébként egyre természetesebbé vált, és kevesebb izgalommal járt, mikor újra és újra kihívtak előre, úgyhogy nagyon jó érzés. A verseny egyik szervezője Posgai Zsolt, aki két éve már nem testépítésben versenyez. Minél inkább szeretnénk ezt a naturálvonalat erősíteni, szeretnénk ezt a teljesítményfokozós, doppingolós oldalt, nem is az, hogy eltávolodni tőlük, de lehetőséget adni azoknak, akik nem szeretnének teljesítményfokozó szereket használni, és teljesen tisztán, naturálban, természetes dolgokkal szeretnének készülni. A másik szervező, Balog Amanda neve sem ismeretlen a sportágban.
aki a legjobb eredményt éri el a világban, vagy Európán belül a top 3, gyűjti a pontokat, azok kvalifikálják magukat a Natural Olimpiára Amerikába, Las Vegasba. Úgyhogy most ezért megy a harc itt mögöttünk. Rapp Klaudia megnyerte a felnőtt bikini open középmagas és az újonc kategóriát is. Így ő lett a legsikeresebb baranyai versenyző. Rajta kívül még két Pécset készülő sportoló ért el kimagasló eredményt. Vég Adrien bikini mama kategóriában lett második, Fegyverneki Zsolt pedig egy negyedik helyet szerzett. Regionális híreink után lássuk még egyszer, mivel foglalkoztunk ma a híradóban. Az aradi vértanúkra emlékeztek, 172 éve végezték ki a szabadságharc hőseit. Életveszélyes balesetet szenvedett mancs, betonoszlop szúrta át a Kutatómentő Egyesület kutyájának hasát. Bíró előtt az unokázós csalók, ketten vallomást tettek, egyikük még tagad. Fodrás segít rákos nőknek, hajat vág, hogy a kemoterápián átesettek parókát kaphassanak. Csütörtökön is felettünk marad a ciklon, borult lesz az ég és további esőzésre számíthatunk, de fokozatosan gyengül az intenzitása, alkalmanként meg is szűnhet. Élénk időről időre erős lökések kísérik a szelet, éjszaka marad a sok felhő és folytatódik a csapadékos időjárás. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!